A gimnáziumban például lehetőség nyílik fakultáció választásra, azaz a fiatalok bizonyos tantárgyakat nagyobb óraszámban tanulhatnak, ezzel megkönnyítve az emelszintű érettségi megszerzését is a későbbiekben. Többek között ezen fontos információról is hallhattak a jövőre 9. osztályba lépő diákok, akiknek hamarosan el kell dönteniük, hogy melyik intézményben képzelik el középiskolai tanulmányaikat. Nagyon nagy szeretettel vártuk a diákokat, 15 tanár és több mint 200 diák készült arra, hogy megmutassa, miért is jó jogosnak lenni. Több órába betekinthetnek a diákok, angol óra, matematika, informatika, biológia, földrajz, emellett még a latin órába és francia órába is. Én úgy gondolom, hogy nagy jelentősége van. Egyrészt látják a gyerekek azt, hogy nálunk hogyan folyik a tanítás, másrészt már most látják, hogy milyen tanárok várnak rájuk, kik lesznek azok a diákok, akik fogadják őket, hogyha ide jelentkeznek az iskolánkba. Az eseményre egyébként közel 150-en látogattak el. Voltak határon túli makkói és térségi érdeklődők is. Nekem nagyon tetszett a nyílt nap, mint ahogy mondtam, a tanárok jól tanítottak, meg még voltak ilyen feladatok is, ilyen játékos feladatok is, ezért tetszett. A látogatók regisztrációját a rendezvényen több felsőbéves tanuló segítette, köztük Móricz Marcell és Igaz Henrietta is, akiket arról kérdezett stábunk, hogy ők miért ajánlanák más nebulók figyelmébe ezt az iskolát. A tanárok nagyon segítőkészek, főleg a médiatanárunk nagyon. A közösség az szuper, hangulatos nagyon, családias is. Az iskola az nagyon megfogott, mert hát közel is van a lakhelyemhez, meg szép is, meg hát van történelme. Elsősorban a diákok nagyon kedvesek egymással, tehát hogyha alsóbb éves vagy, akkor a felsőbb éveseket mindig kérheted segítségnek, akármiről van szó, tanulás, vagy nem találod a termet, mert például kezdő, és akkor nem szívesen segítünk mindenkinek. Tényleg van egy klubhelyiségünk, mi ezt nagyon szeretjük, ki is szoktuk használni, hogy van. November 16-án, azaz szombaton ismét kitárja kapuit az intézmény. Ezúttal a 4. osztályos diákokat várják bemutató órákra délelőtt 9:30-tól. Mindemellett a gimnáziumban a felvételizni kívánó fiatalok számára ingyenes előkészítőket is tartanak, melyekre a képernyőn látható elérhetőségeken lehet jelentkezni.